Hát akkor most folytatjuk itt, ahol a Gergely abba hagyta. Két vendégem, mert bemutatom, mind a kettő Tibor, én meg Tini vagyok, tehát ez ugye tévedtől működik a dologba. Visszatérhetünk-e a természet egységébe? Ugye hát most hallottunk sok mindent Gergelytől, és igazából dr. Sipos Tibor orvos természetgyógyász, és Nemes Tibor ökogazda. Az, aki most segít nekem abba, ami mindannyiunk fejébe azért úgy motoszkál szerintem már hosszú évek óta, hogy hova vezet ez a világ, amiben most élünk. Mert ugye mindannyian szeretnénk egészségesek lenni, és most ez írtó divatos dolog az egészségről beszélni. De hát azért gondoljuk végig, hogy milyen ez a világ, amiben most élünk. Hogyan meg lehet ezt egyáltalán valósítani? Vissza tudunk térni a természetbe, abba az egységbe, amiből kiszakadtunk? Leszünk újra olyan tiszták, és olyan szellemiségünket vissza tudjuk szerezni? Leszünk abban a rezgés állapotban, amikor kerek egészként tudunk a világban egyáltalán létezni, és értékelni azt, hogy mikor süt a nap, és a csillagok hogy állnak, és mikor húzzuk ki a répát a földből, megsorolhatnám. Átadom neked előbb a mikrofont, jó? Hát szeretetek és tiszteletek, köszöntök mindenkit. Egy kicsit most nehéz helyzetben vagyok, mert föl lett dobva nekem a labda. Legalábbis úgy érzem, nem így akartam kezdeni, de azt kell, hogy mondjam, hogy nem tartható fönt az a rendszer, amit most az emberek nagy része él, mert nem nekünk való. Már réges-régen le kellett volna dolgozni a panáltelepeket, szerintem, mert nem lehet benne élni. De lehet élni benne, lehet materiálisan fenntartani rövid ideig az ember létét, de igazából nem tudom, hogy az ott lévő emberek mennyire tudnak boldogok és egészek lenni. Biotermelésben tényleg nem lehet génmanipulált élelmiszereket, vagy génmanipulált növényeket termelni. Nagyon nehéz dolog az, hogy az ember biotermelőként kiválassza azt, hogy melyik is az növény, ami esetleg génmanipuláción esett át, és melyik az, amelyik be mondjuk akármilyen véletlen folytán kerülhetett be a hamis vagy nem odavaló gén. Most itt nem tudom, hogy géntechnikai szóval milyen szót kéne használnom. Ha otthon én magamnak elszedem a répát, a répamagot, és a kukorica, génmanipulált kukorica pollen kerül bele, akkor maga az én répám is szennyeződhet. De én úgy gondolom, hogy mindenképpen szükséges az, hogy az ökológiai gazdálkodók csinálják ezt, és próbálják a magjaikat, próbálják a növényeiket, az általuk saját maguk által termelt növényeket természetes módon megtartani. És így, azzal, hogy próbáljunk egy kicsit közelebb kerülni a természethez, sikerülhet visszatérnünk a természetes élethez. Panelból nehéz kitörni. Nehéz kitörni azért, mert dolgozni kell. Nem működik az hosszú távon, hogy leülünk a számítógép elé, és titkárnőként, vagy könyvtárosként képzeljük el az életünket. Képzeljük el azt, hogy holnaptól nincs áram. Védjük egy hétig, és akkor reménykedünk. Az egy dolog, hogy nincs klíma, vagy télen nincs fűtés, nincs víz. És még hány dolog nincs? Meg kell tanulni az embernek dolgozni. A mai ember nem dolgozik. Ez tényként kezeljük, hogyha fizikai aktivitást szeretne végezni, akkor lemegy a konditerembe, és azért is fizet, hogy lemehessen a konditerembe. Én úgy gondolom, hogy nem szükséges ez. Nem jó ez.
Az embernek persze kell a fizikai aktivitás. Kell. De ezt munkával kellene megtennünk. És vissza kéne, hogy térjen például az, hogy megbecsüljük a munkát. Megbecsüljük azt a munkát, amit egy lakatos is elvégez. Vagy egy paraszt ember elvégez, aki földművelésből él. Földműveléssel él, a természettel él együtt. Hát nehéz ezt megcsinálni. Mielőtt sokat beszélnék, átadom tovább a szót. Átadjuk most Tibornak, hogy ő neki milyen gondolata támadt ezzel kapcsolatban. Olyan sok, hogy nem is tudom, hogy hol kezdjem el. Tulajdonképpen feltett kérdésre a válasz az, hogy vissza lehet térni. Köszönöm szépen a türelmüket. Be is lehet nevekezteni itt minden, mert a kérdésre már válaszoltunk is. De mindig az a gond, hogy hogyan, mint ahogy azt mondjuk Ándor, hogy a szeretet majd minden megoldásra fog, Popper Péter mindig ilyenkor mondta, hogy jó, csak azt mondják már, hogy hogy kell szeretni. Tehát hogy kell szeretni azt, aki éppen orrba rúgott ezelőtt fél órával. Mert hát ugye a megbocsátás is a szeretetőre is vonatkozik Jézus tanai szerint. De hogy hogyan? Itt is mindig az a kérdés, hogy de hogyan? Persze térjünk vissza, meg ne legyen kénkezelt, meg a jó ég tudja, mi ne legyen, de hogyan tegyük mindezt? Egyáltalán fölismerjük-e már, hogy mi milyen állapotban vagyunk? Merre kell elindulnunk, nem? Erre vagy amarra van a megoldás, azt nem lehet tudni. Van erre állnak, van, aki ott lakik, van, aki meg nem, van, aki ott fog lakni, van, aki meg nem. Ez jó darabig biztos, hogy így lesz. Hogyan? A Gombfürdőnél egy olyan kép jött be nekem, hogy van az a történet, amikor egy édesapának van két gyermeke, és az egyik előáll az apa elé, hogy adja ide az örökségemet, és majd én boldogul. Tehát tékozó fiú története, gondolom ismeri ezt mindenki. Na, az a nagy helyzet, hogy mi vagyunk a tékozó fiúk. És annyi különbség van maximum közöttünk, vagy egymás között, hogy van, aki már felismerte, hogy ő tékozó fiú, de ezt netántál már a disznó pásztorok között, vagy kondások között van, és jó lenne már hazamenni, de még nem megy. Meg vannak közöttünk olyanok, akik még mindig dőzsölnek. De mindannyian ugyanott vagyunk. És vissza kéne térni, nem? Ezért mondta, hogy borzalmasan egyszerű, föl kell ismerni, hogy hol vagyunk, és akkor menjünk vissza. És ne halogassuk, hanem induljunk már el végre, és akkor egyszer csak tényleg eljön a Kánaán, olyan Kánaán, amilyet megérdemlünk, amilyenre leszülettünk, olyan hivatással, amilyenre leszülettünk, olyan egészséggel is lehetne sorolni, amire leszülettünk, ami nekünk való. Nem más, hanem ami nekünk való. Ja, az a rossz hírem egyébként, hogy az apa is mi vagyunk odahaza, aki várja a fiút. Tehát minden mi vagyunk, és így lesz minden majd egy. De ez ne zavarjon bennünket, attól még menni kell, addig dolgozni kell, izzadni kell, hogy így általán odaérünk, az út az nem könnyű, az fáradtságos, de mégiscsak menni kell. Ezek jutottak reggelit eszembe. Hát ezt nagyon köszönöm. Nekem is sok minden eszembe jutott. A Gergelyt hallgatva nekem továbbra is olyan nagyon elérhetetlennek tűnik ez az egész történet, mert amit te is mondtál, hogy már az ember azt sem tudja, hogy mi az igazi, és mi az, ami nem. Hát megint föl lett dobva a labda. Hogyan? Nagyon fontos kérdés, hogy hogyan. Lesz egy műsor, tervek között szerepel egy műsor, lehet, hogy Szegedi Rádióban is le lesz játszva, de lehet, hogy csak a civil rádióban fog lejátszani, ami Szegeden csak interneten keresztül fogható, de elérhető. Többek között arról, hogy mit tehet egy jelenleg panel lakásban élő ember, hogyan tud valamelyest otthon magának megcsinálni olyan dolgokat, olyan növényeket, elsősorban növényeket, amelyek az életét előre viszik, az egészsége felé tereli az életét. Aztán hogyan tudja ezt megcsinálni egy olyan lakásban élő ember, akinek van erkélye? Hogyan tudja egy olyan
esetleg egy olyan ember megcsinálni, aki házban él, ugyan városban, de háza van, és van egy kert. Kert ez, mert olyan kert, ami díszkert tulajdonképpen, tehát nem csinál semmi gazdasági funkciót. És hogyan tudja ezt megcsinálni egy tanyasi ember, aki esetleg van is hozzá területe, és van is hozzá húzalma megcsinálni. Hogyan tudja egy városi ember eltartani magát ilyen helyzetben? Hogyan tudjuk saját magunknak megtermelni az élelmiszert? Mondjuk nagyon sokan élnek már most távmunkából, internetes munkából. Nagyon sok embernek megoldható lenne a munkája például interneten keresztül. Jó, nem feltétlenül raktárosoké, de készletgazdálkodási dolgozóké, stb. Stb. Akinek a munkája a számítógéphez kötött, gyakorlatilag interneten keresztül megvalósítható lenne. És az nem sem mindegy, hogy most napközben végzi el, vagy akkor, amikor már sötét van. Napközben otthon megtermeli magának a szükséges élelmiszereket. Nem is jó az élelmiszer szó ide, én úgy gondolom, hogy ezek élelmek, mint élelmiszerek. Megtermeli magának az élelmet, és besötétedés után leül a számítógép elé, és elvégzi azt a munkát, amiért pénzt kap. Mert sajnos ma Magyarországon nem fizetik meg, nem tisztelik meg az embereket azzal, hogy a munkájukért járó megfelelően nagy összeget kifizessék. Olcsó legyen. Ez a vásárló szempontjából a lényeg. Én mindig annyit szoktam mondani, mindig annyit kérek a termékeinkért, amennyi munkába belekerül. A krumplinál nagyon sok krumpli bogarat kell leszedni, és az teljesen mindegy, hogy most végül is a vetőmag szennyeződött vagy nem. Nagyon sokat kell krumpli bogarat szedni. És a sárgarépából is nagyon sokat kell gyomlálni. Ezt azok, akik valamikor csinálták ezt a munkát, az idősebb korosztály, ezt tudja, látta a szüleitől, nagyszüleitől. A mai fiatalok már sajnos nem. A többi ember pedig, hát most hogy a gyomirtózása megtermelt sárgarépába, mit benne lesz a gyomirtóanyag? Kész. Hát most ezzel mit tudunk mondani? Benne lesz. Mert az a lényeg, hogy olcsó legyen. De olcsó is. A megtermelése olcsó, emiatt a vásárló olcsóban tudja megkapni. És hangsúlyozzuk, hogy az ökológiai gazdálkodásnál a termelőtől vásárol a felhasználó. És ennek az az előnye, hogy kimarad egy láncszem, a kereskedő. Kimarad a kereskedő haszna. És az előzőben még a kereskedő haszna is benne van. Meg a nagy kereskedő haszna is benne van. És még úgy is olcsó. Gondoljuk el, mennyit kell érte dolgozni. Semmit. Nagyon sokat meg lehet csinálni egy traktorral egy nap. Nagyon sokat be lehet permetezni. Egy kisebb traktorral is. Hát meg egy nagyja. Tovább visszaadnám. A répa egészségével maximálisan egyetértek, mert a répa egészséges, akkor sok minden jót támadhat belőle. Különösen az én répámról van szó, az nekem rendkívül fontos, és a maguk is biztosan egészségesek utána. Egy dologgal azért nem értek egyet, kedves Zsuszán, mégpedig ezzel a majd éjszaka interneten majd távmunkázok, mert az mindig olyan visszás volt számomra, hogy küzdünk a globális világ ellen, és interneten majd összegyűjtjük a globalista harcosokat, és akkor megyünk a bálnák ellen, meg a nem tudom mik ellen. Sokkal, de sokkal egyszerűbb dolog az, hogy ebben a világban semmi más probléma nincsen egyébként, és ezt mindenki érzi a bőrén, mégpedig az, hogy a ritmus nincs a helyén. Nincs ritmus, zakatul a szívünk, ezért aritmiák tömkelege van, ha egészség oldalról beszélünk. Egyszerűen nincs ritmus az életünknek, a folyamatos bővülésnek a bűvöletében kellene, hogy éljünk, legalábbis ez van sugallva, és rendkívül apró dolgokat is egy idő után nem mer megtenni sok ember,
mert egyszerűen fél, hogy hogyan néznek majd rá. Például apróság, hogy mi a fenének rohanunk, hova rohanunk, soha sehova nem érünk oda hamarabb, mint hogy oda kellene, hogy érjünk, tartják ugye ezt a szellemvilággal foglalkozók, innentől kezdve például nem biztos, hogy kellene 240-nel repeszteni a nem tudom milyen BMW-ken a nem tudom hol, vagy éppenséggel Suzuki-t is mondhattam, csak az nem bír 240-nel menni, 140-nél kiakad a minden, meg lemarad a kaszni éppenséggel. Tehát, hogy a ritmus szerezzük vissza, a legősibb és legegyszerűbb ritmusunk a napi ciklus, és ebben, ha megfeszülünk is, éjszaka sötét van, és azért van sötét, hogy ne nézzünk ki a fejünkből, hanem nézzünk befele, belső mozizzunk, vagyis magyarul álmodjunk nyugodtan, ha nem zabáltuk tele magunkat, mert annak a ritmusa meg nem a vacsora. Ha telezabáljuk, akkor fölborul belső szervileg éppen a máj, a szintézis lelki folyamatnak a szerve, fölborul ennek a normál ritmusa, és hétszentség, hogy hajnal 1 és 3 óra között föl fog bennünket ébreszteni. Tehát arra szeretnék biztatni mindenkit, hogy egy laza, könnyű vacsora után ne az aktuális barát és egyéb sorozatokat nézegesse meg a nem tudom éjszakai híreket, hanem könyörtelen villany le, és aludjon! Vagy ne bulizzon éjjel-nappal nyáron például, a bulinak is megvan az ideje. De ne is böjtöljön akkor, amikor nincs a böjtnek ideje, mert az most van ősszel, meg majd lesz tavasszal. Nyáron nem kell böjtölni. Ha ezeket a ritmusokat visszahozunk, és netántán majd a báli időszakban, aminek ugye majd a február környékén lesz a szezonja, ritmus szerint jót szórakozik és párosan ritmusol, vagyis párosan táncol netántán, akkor annak meg akkor van a ritmusa, és ha ezeket visszahozzuk, akkor automatikusan megfigyelheti bárki, hogy egy csomó minden más ritmus is ott lesz az életében. Pontosabban fogja tudni, mikor kell aktívnak legyen, és mikor kell passzívnak legyen, vagyis pihenjen. A pihenés az nem szégyen, az kényszerűség már a ritmus törvényei szerint. Egyébként szerintem csak ennyit kell csinálni, semmi más. És akkor onnantól kezdve nyilvánvalóan nem fog az összes idegszálban a pénz, bővülés ritmusa úgymond majd génmanipulációt eredményezni, hanem ha mi leszünk többen ritmusosak, úgymond élelmesek, mert ugye ezt is hallottuk, élelmet kell termelni, élelmesek leszünk, meg lelkesek, meg a jó ég mindenféle pozitív dolog, bár nem hárításilag, meg elfolytásilag, hanem szívből jövő belülről, és ez nem racionális dolog, hanem a szív fogja megadni, hogy ezeket mit kell csinálni. A Gergely erről beszélt egyébként, azt mondja, hogy ne tanuljunk meg írni, olvasni. Bizonyos mostan írodott programokban azért ilyen szándék is esetleg, mint lehetőség az, hogy fölmerül, de hát a szívvel látja az ember, és ha szívvel él az ember, akkor valóban fogja tudni, hogy mi jó neki, akár ott is, ahol most nem mondjuk ki, hogy ez fog meg ilyenek. De hát mint ugye az ősi magyar bölcsességekben is benne van, meg azok a paraszt emberek, akik még ismerték ezeket a dolgokat, ugye azok a tyúkokkal feküdtek, ugye? És amikor... Hát a tyúkokkal feküdni nem olyan rossz dolog. Kicsit a nejem, tehát ilyet mondhatok. Tehát ugye amit mondtál, hogy... Magas megvan. És hogy korán keltek. Én ezt kértem tőled, úgyhogy ezt köszönöm is. És korán keltek. És ugye nappal mindig azt tették, amit kell, gondolom. Délben, amikor nagy meleg volt, akkor sziesztáztak, ugye? Igen, az én nagyapám, aki röndös parasztember volt, én most, hogy itt... Múltkor leparasztolott valaki, és most akkor kihúzom magamat, akkor kicsit azért, hogy az emóval így elenáztatsz, mert maga egy paraszt orvos, és a származásom is az, meg most meg mindenki azt mondta, hogy legyünk büszkék, mert ez egy tényleg olyan pozitív dolog, tehát ilyen paraszt orvos vagyok jelenteni alásan. Azt mondta a nagyapám, hogy ők napkeltétől napjuttak, mint az állat dolgoztak. Azt nem mondta, csak amikor egy-két pohár antioxidáns vörösbor benne volt, árulta el, hogy délben azért a kalap így
de előtte lefeküdt, tehát a fa alá, és akkor a kalap az arcán, és akkor pihent, mert egyébként az állat is. Annak is van annyi esze, hogy a rekkenőségbe, de nem, de végig is igaza volt, dolgozott, mint az állat. De az állatnak van annyi esze, hogy bemegy az árnyékba a rekkenőségbe, teljesen. Úgyhogy igenis kell, ez is egy ritmus. Most persze nehogy azt legyen hétfőn, hogy bemennek, bemegy valamit, és akkor Sipos Tibor azt mondta, hogy ritmus nőkő tartani 12.0 a bioritmus a mélyponton, szevasz főnök, nem érdekel, tehát én ilyet nem biztattam, pontosan biztatok mindenkit, csak a harcot ne ránk ennyi utána. Igen. Már vállalom azt is. Na de hát itt jön be az, hogy amit meg te is mondtál, hogy ha az ember fizikai munkát végez, ugye, mert megtermeli magának az élelmet, aminek már maga energetikailag milyen nagyszerű dolog, tehát amilyen növény szeretettel van megtermelve, annak teljesen más az íze is, meg az értéke. Hát úgy, mint ahogy nálunk is. Az lehet, hogy kicsit görbe, meg kicsit satnya, de legalább az enyém, igen. És az biztos, hogy táplálja a családot. Hát igen, a görbe meg a satnyáról tudnék beszélni. Nem minden szép ökológiai gazdálkodásban olyan helyen, ahol nem permetezik és nem műt. Főleg itt azért a műtrágyákra térnék ki, mert műtrágyával nagyon nagyot lehet dobni a növényeken. Lássuk a szabanövények. Simán tápoldat neki, pici, és akkor a virága lesz, hogy betölti a szobát. Ez ugyanígy van a zöldségeknél is. Kérdés, hogy mi lesz benne. Kérdés, hogy jó az nekünk, ami benne lesz. Sokan meg vannak győződve, hogy ez teljesen korrekt, és persze a vegyipari gyárak azért ezt jócskán kutatásilag alátámasztották, de én nem vagyok erről meggyőződve, hogy jó az nekünk. Mindenki döntse el maga. A vegyszerekről egyébként annyit, hogy például a rovalölő anyagok, azok már a II. Világháborúban kialakultak, csak akkor emberölésére használták. Aztán, mivel megmaradt egy csomó, és valamire el kellett használni, hát próbáljuk meg gyönge hatásban rovalokra elhasználni, és akkor innen kezdődött el a rovalírtás egyébként. Egyébként korábban nem volt rá szükség, mert az ökológiai rendszer ezt teljesen kordában tartotta. Annyi madár volt, amennyi kellett, és annyi szúnyog volt, ez pont összhangban volt. Nem kellett beavatkozni. Ma a levéltetve kellene használt szerek nagy része hamarabb öli meg a katicát, mint a levéltetve. És akkor nem beszéltünk a levegőlégyről, és a többi fürkészdarázsról, meg a katica, vagy a levéltetve kordában tartásában lévő ökológiai egyensúly képező állatokról, élőlényekről. És akkor hogyan lehet például még a levéltetve ellen beavatkozni? Persze az ökológiai gazdálkodó is beavatkozik. Én például nagyon szeretem rá a csalánt, a csalánlét, ami nagyon jó, egynapos csalánlé, megmarja simán egy kicsit a levéltetveket, és az úgy már nem úgy fickáltoznak a salátát. De hangsúlyozok, hogy az a saláta, amit megvásárol a piacon az ember, az tetves. Azt meg kell mosni. Én azt szoktam mondani a vásárlóknak, hogy tetves, meg kell mosni. De eldöntheti azt, hogy megmossa, vagy vesz olyat, ami meg van permetezve. Mindenkinek egyéni szüverén döntése, hogy melyiket csinálja meg. Egy olyan gondolatot szeretnék elmondani, ami nekem eszembe jutott, amikor volt a kulturális kreatívos háromnapos programunk, amikor ugye milyen kis csoportokban dolgoztunk, hogy akkor hogyan is tudjuk megvalósítani azt, hogy a változás valóban elinduljon. És arra jöttem rá, hogy ebbe a mi világunkba annyi mindent tudunk, de mindent tudunk. Tényleg. Mindent. De hogy ezt eszerint tegyünk is, ahhoz szerintem arra van szükség, hogy mi magunk belül változzunk. Egész egyszerűen fontos legyen számunkra az, hogy otthon
aki mondjuk ezzel foglalkozik, érezze azt a felelősséget, hogy ne használjon vegytert. Mert lehet, hogy az ő gyerekének nem adja oda, de odaadja a más gyerekének. És én nem tudom, hogy mennyi időnek kell eltelni ahhoz, hogy ez megvalósuljon. Annyi mindent tudnak az emberek, de nem teszik. És itt van a lényeg az egészben. És ezért fontos az, hogy a bennünk folyó átalakulások, onnan indul ki minden, belőlem indul ki. Az, hogy most ilyen ez a világ, ez is belőlünk indul ki. Amilyenek mi vagyunk belől, olyan a világ. És hogyha én belül megváltozom, fontos lesz számomra, akár saját magam, tehát hogy ez a ritmust meg tudjam tartani. Legyintek arra, hogy most éppen hogy állnak a számláim, de ha én nekem arra van szükségem, akkor kimegyek, és kimegyek a természetbe, és teszem azt, amit a lelkem kíván. Megteszem önmagamért. És akkor ezen túl megteszem a családomért, a gyerekeimért. Mert nyilván akkor tudok én is hozzájuk úgy fordulni, hogyha már magamat rendbe tettem. De hogyha én értékelem saját magamat, akkor tudom azt is figyelembe venni, hogy akkor ne tegyek olyat, ami a másiknak árt. Lehet, hogy nem lesz annyi pénzem, de... És itt jön be az, hogy csak együtt tudunk egy változáson keresztül menni. Tehát mindenkinek, mert ugye sokan azt mondják, hogy nekem sincs pénzem, most az teljesen mindegy. Rá kell jönni, hogy a bankszámla, ahogy áll a világ, az Isten se tudja, mi lesz belőle. De most itt, ha itt közösen együtt vagyunk itt a Földön, akkor ha jó végig gondolnánk, tulajdonképpen mindenki jól lakhatna és mindenki élhetne egészségbe, ha más lenne az értékrendünk. És újra visszatérnénk tényleg oda, hogy mi a fontos. Állandóságra kéne törekedni, de nem úgy, hogy egy adott állapot fönt maradjon, mert oráig fajultunk, hogy olyan reklámot is láttam nemrégen, hogy egy szer ránszta van itt. Már ilyen szájon keresztül szedős, ilyen vitaminos, nem tudom micsoda volt. De nem nagymamámmal volt reklámozva. Tehát nem ez a fajta állandóság, hanem egy belső stabilitás az, ami rendkívül fontos. Egyáltalán közben hogy eszembe jutott, hogy jó is így ez a pólus itt a Tiboldószámmal, mert ő a külső természetről beszélt, akkor én meg most beszélek úgyfent a belső természetről, tehát a mi természetünkről, ami belül van. Tudjuk egyáltalán, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, mi a harmatos bubánatnak, pottyantok, légideszantosként a teremtő apánk meg anyánkkal karöltve ide erre a föld tekére. Elégedettek vagyunk, mi, hogy nem tudjuk esetleg, akkor elégedetlenek vagyunk-e, vagy elégedettek vagyunk-e azzal, amit éppen csinálunk. De mindenki celeb akar lenni, meg ilyen ismert, meg ilyen mit tudom én, micsoda is köze, meg nincs, aki kiásson egy gödröt. Na lehet még síráson van, tehát nyugodjunk meg, hogy az a részen működik, a vízvezetéket nincs, aki bevezesse a lakásokba, ha netán ebbe gondolkodunk. Nagyon-nagyon fontos dolgok, hogy föl legyen böcsülettel takarítva egy szívsebészeti műtő, mert egyébként szabhatjuk az operációs tudásunkat, úgy elrohad a seb, mint a húzat. Büszke. Emberek vagyunk ott, ahol vagyunk. Ha nem, akkor nézzünk körül, hogy miért nem, mi hiányzik, mi kell. Egyáltalán ez pénzben mérhető-e? Pénzben mérhető-e, ami hiányzik? Gyanítom, hogy nem. Lehet, hogy nehezen hihető, nem, de a legboldogtalanabb embereket pénzben dúskálók között láttam. És a legboldogabbakat, kivéve most a hajléktalanok már, de ott is azért előfordul, a pénzzel kevésbé eleresztetteket. Nem, a boldogság nem pénz kérdése. Ellenben, hogy a helyünkön vagyunk-e, az viszont igen.
ha helyünkön vagyunk, én ezt az állandóságot, ezt a stabilitást mondtam. És legyünk büszkék arra, hogy mi úgy takarítottuk föl azt a helységet, ahogy ránk volt bízva, mert nekünk az a feladatunk. És ne akarjunk szívet operálni. Tehát ez egy röhelyes dolog, nem? Amikor kimegyünk mentővel, kizúzzunk ezerre, hogy életet mentsünk, tehát és akkor a gépkocsi vezető elkéri a zárójelentéseket, és akkor elkezdi olvasgatni. Tehát akkor valószínűleg nem elégedett azzal, ahol van. De az, hogy balesetmentesen kiérjünk, netán még vissza is, az borzalmasan fontos. Azt viszont meg én nem tudom elérni, mert azért az nem egy egészségről, amikor rángatom a kormányt, és a sofőr elől, hogy erre gyere már, vagy amarra menj. Tehát ez a következő lépés, hogy nézzük már meg, hogy miért vagyunk ott, mit teszünk mi azért, hogy az jó legyen, és hogyha ezzel meg vagyunk, akkor meg nyugodtan húzzuk magunkat, és nem leszünk gerincbetegek netáltán. Nem csak attól vagyunk gerincbetegek, hogy nagy az élet terhe rajtunk, amit más pakol ránk, hanem az, amit mi teszünk saját magunkra azzal, nehogy már észre legyenek, akkor mit tudom én, dolgozni kell például a kokáin. Mindenki dolgozik, főleg a jelenlevők, én ezt hajszál fontosan tudom. Jó? Tehát a ritmus, és ezek nagyon fontosak, és azt gondolom, hogy ez semmiben nem kerül, mint hogy egyszerűen csináljuk, és azt mondja a szomszéd, hogy te hülye vagy, már most itt a szomszéd egy másik, tehát nem ide szólt a szállásban, tehát akkor igen, te hülye vagyok. Na és aztán sok hülye normális között, ha én hülye vagyok, csak sírálok, kifejezetten üdítő dolog, mert miért cseréljem le én a mobilt azért, mert hogy te azt mondod, hogy nekem le kell cserélni drága pénzért. Kiterdő 2 év, 3 év, 8 év, nem tudom milyen hűségnyilatkozatok. Mit tudom én, hogy 3 év múlva mi lesz, nem? És közben fölveszed a telefon, meg leteszed. Már ha nem felejtetted otthon. Mert a sok munkában hajlamosak vagyunk elfelejteni dolgokat. És akkor mire mentél vele? A sok vak meg a jóik tudja milyen funkciókkal. Semmire. Csinálhatod, csak lehet, hogy éppenséggel a pároddal úgy éritek le az életeteket, hogy ennyi erővel egy kutya is lehet melletted, nem? Mert hogy kutyába se veszed a párodat akkor, amikor a mobillal törődsz állandó jelleggel. Na fel a fejjel, semmi gond nincs, ennyire egyszerű, hogy a természethez, a külső és a belső természethez hogy tudunk visszatérni. Akkor miután nem túl sok az időnk, és szerintem ez rendkívül kimerítő volt, amit itt Tibor összefoglalt, átadom még neked, Tibor, mert szerettél volna még valamit mondani a végére, és közben én felpattanok, és idehozom azt, ami ott van az asztalon. Köszönöm szépen. Én még csak annyit szerettem volna mondani, hogy minden egyes ember eldöntheti, hogy mit tekint értéknek. Ez azt jelenti, hogy az általa megtermelt javakból azoknak az embereknek, azoknak a vállalatoknak, egyebeknek ajándékoz, azokat tiszteli meg termékeinek a megvásárlásával, akiket úgymond szeretne elismerni. Ez szó szerint azt jelenti, hogy ha valaki a Coca-Colát vagy pedig a chipset szeretné elismerni értékként ebben a világban, akkor az adja oda arra, azokra a dolgokra a pénzét, az általán megtermelt javakat, és aki pedig úgy gondolja, hogy ezek nem jelentenek értéket, akkor azok fordítsák másra. Mert az általunk megtermelt értékek csak úgy fogják megváltoztatni a világot, hogyha mi arra fordítjuk, ami ténylegesen értékes. Mert ha nem értékes valami, akkor mégis megvesszük, akkor arra fog eltolódni a világ, és sok ember arra megy. A másik irányba nem megy senki, akkor az ág, az a világ része elhal. A világnak azon része elhal. Sajnos. Még egyszer köszönöm szépen.